Kovács Béla metafizikus, a Hálóvilág vendége, aki minden évben többször kijár Szatya Szai Babához Indiába. Szai Baba egy avatár, vagyis egy isteni inkarnáció, akit nagyon-nagyon sokan, százezrek követnek, többek között Kovács Béla. Ő mit tanult Szai Babától? Hát tulajdonképpen nagyon sok mindent. Én úgy gondolom, az alapvető emberi értékeknek a betartását, ha nem is mindig megy, de legalább próbálkozunk vele, az ő tanéba végül is ez a legvázlatosabb. Itt tartozna egy az önzetlen szolgálat, önzetlen szeretet, amit nagyon nehéz gyakorolnunk, a béke, lelki béke és az erőszak nélküliség. Ezeken a szellemi értékeken túl egy nagyon érdekes dolog kötődik még Szatya Szai Babához, a materializálás. Tehát amikor a semmiből vagy valami sok kis apróból tud csinálni egy kézzel foghatót. Ő például, itt majd látjuk a filmen, valahogy a gyomrában materializál aranyat, majd utána kiadja magából. Hát ez elég furcsán hangzik mondjuk a mai természettudományos ismereteink szerint. Igen, ezt tulajdonképpen lingamnak hívják, ez egy hindu ceremóniának az egyik nagyon lényeges része, illetve az avatárnak, egy isteni inkarnációnak egy megnyilvánulási formája. A világon ő tudja csak egyedül csinálni, hát mint avatár. Ezért nagyon érdekes. Tehát különböző szobrok jönnek elő, ami tehát a szájon kívül nem is jöhet neki aranytömbben lévő szent szobrok, sok-sok-sok érdekes dolog, ami utána a hívőjének oda ajándékoz, és egy óriási vibrációval rendelkezik elővel, mondja legenda. Jellemző-e, hogy mit materializál? Gondolom nem mindegy, hogy az ember valamilyen isteni port, vagy mondjuk egy Oscar szobrocskát materializálna. Igen, hát nem mindegy valóban. Szerencsés helyzetben vagyok, mert ugye még hosszú évek óta kijárok jó pár kollégámmal együtt, tanulni és önfejleszteni is, mert van mit. Be tudok mutatni gyorsan, septiben, levettem a kezemről egy órát, ez egy egyedi óra, mondhatni abszolút így a világon. Ez egy aranyozott, illetve aranynappal ellátott óra, ő materializálta számunkra, illetve hát a küldöttségünk számára. Mondjuk így a semmiből, gondolati elővel. Tehát a típus jelezen nincs is, hogy mit tudom én, Seiko vagy valami, tehát hogy ez egy teljesen... Sem abszolút megnézték, se gyáliszám, se kívül, se belül, tehát nincs vele. Illetve hát hoztam valóban ilyen szent hamut, vibutit nevezik, gyógyítópor másképp, amit ugye még ide elhoztam több más minden mellett, ami ugye arról szól, hogyha valaki ezt beveszi, vagy használja, olyan vibrációval, most a teljesség igénye nélkül természetesen időhiányában vibrációval rendelkezik, hogy egyszerűen hat lelki kérések, illetve maga a betegségre döbbenetesen. Ezt volt szerencsém látni, valóban szinte egy másfél-két méterről maga a gyógyulásokat is. Tehát ezért merek róla nyilatkozni, ha már gondolom, hihetetlen a kedves nézőknek, így is. Udvariatlannak hangozhat, pedig csak érdeklődöm, nem érzi-e úgy, hogy ez ellentmond mondjuk a szellemi tartalomnak, vagy hogy egy kicsit profanizálja azt, hogy mondjuk órát materializál valaki, ezek nem ilyen bálványimádások? Mire jó az, hogy egy óra jön ki egy imádott isteni inkarnációból? Örülök, hogy ezt megkérdezte. Sajnos miattunk van szükség, mondom így, meg az én háromdimenziós imádja Szai Baba majom-agyom miatt, ugye, hogy fölébredjünk, az annyit jelent, hogy az órát én is azért kaptam, illetve rengeteg társam, inkább külföldi társam, kollégám vagy nem kollégám, hogy bizonyos tulajdonságainkra, hát nem éppen a legjobbra, ugye, emlékeztessen, és az ember kezén ott van, ezt nagyon jól tudjuk, akkor Indiában az mindig megérkezik, mi az a tulajdonság, és ez csodálatosan működik, fejleszti az embernek azt a részét, ami nem éppen a legjobb. Ugye, vagy maga felé, vagy az embertársai felé, vagy az életformájába. Közben bocsánat, itt az interneten látom, hogy nagyon ügyesen, elnézést, az ügyes is idézőjelben van, meg a nyomul szó is, a Szai Baba nagyon jól nyomul az interneten, rengeteg oldal van, nyilván követői rakják föl, de lehet, hogy ő saját maga is, és azért itt jelentkezik erősen a biznisz, mert ott van, hogy Szai Baba és a 40, olyan bocsánat, az audio kazettái, meg videókazetta, tehát nagyon jó PR marketing tevékenységet is folytatnak azok az emberek, akik lehet, hogy belőle élnek. Igen, és még hogyha nem a hitnek, de ezek akkor nyilván linkek azokhoz, akik belőle élnek, hanem a pénzé tehető dolgoknak lennének ezek a szájtok. Erről mi a véleménye? Hát ennek is örök, hogy felmerült, mert sajnos van ebben a gondunk jó magamnak is, belülről lelkismeretileg is. Van egy-két nyilvánvaló, hát emberek vagyunk, különböző módon ítélünk meg bizonyos eseményeket, és valóban egy-két helyen pénzt csinálnak ebből, ami Szai Baba egyébként határozottan tilt. Ő lelki tanító is, illetve spirituális tudósként is ugye, tartják számon.
a mi nyelvünkön szólva, tehát ő, hogy mondjam, tehát nyomul, értem, mert ezt a szót már jó párszor használták, nyilván, hogy fel kell tenni, és utána kell járni. Ő nem nagyon hiszem, hogy egy internetezik, hogy nem nagyon láttuk, másra van elfoglalva. Sajnos egy-két követő, aki ebből pénzt próbál produkálni, megnyilvánul a világon. Ennyi a kérdés, tényleg ő nem fogad el semmit, ha gyorsan egy kis érvelést ki tudok fejteni fél percben, semmiféle pénzt az oktatásért nem fogad el, a gyógyításokért sem, az ő professzorai, orvosai, akik kórházakat alapított, legalább 4000 kórházat, óvodát, iskolát, Indiában is már világszerte. Tehát abszolút ingyenes minden. Talán azt hiszem ez is mutatja, hogy valóban nem a pénzről van szó nála, és ezért van legalább 140 millió követője, tehát regisztrálható.